Sajtótájékoztató keretében számoltak be a Paksi FC ügyvezetői a klub életében történt változásokról. A focivilág áruházzal kötöttek új, 4 évre szóló szerződést, így mostantól ők biztosítják mezeiket, felszereléseiket. Az elmúlt 18 évben a kiszámíthatóság, a hűség volt ránk jellemző, szerintem ezen a jövőben sem fogunk változtatni, és elmondhatom azt, hogy 18 évig volt egy mez partnerünk a Jákó személyében, akikkel lejárt a szerződésünk, és ezúton is köszönjük nekik az elmúlt 18 évet. A klubnak továbbá lesz egy kabala állata is, egy 3 hónapos kuvaszkutya. Mint elhangzott, a választást indokolta, hogy ez az ebbfajta kifejezetten hűséges, továbbá hungarikum is. Mindkét tényező fontos érték a csapat számára is, hiszen ők egyedülálló módon csak magyar játékosokat alkalmaznak, melyen a jövőben sem kívánnak változtatni. Egy nagyon ősi, több ezer évre visszamenő múlttal dicsekedhető fajta magyar pásztorkutya, aki, mint ahogy elhangzott, hungarikum mértéktárban felvett állatként van számon tartva. A sajtótájékoztatót követően az együttes játékosai bemutatták az új szerelést. A gárda a felkészülést a következő szezonra már megkezdte, hosszú évek után pedig ismét az Európa Liga selejtezőiben bizonyíthat, ahol az első körben július 11-én a román másodosztályú Corvinul Hunedoarát fogadják Pakson. A 25-szörös magyar válogatott Böde Dániel szerint a felkészülés a megszokottak szerint halad idén is. Ugyanúgy készül, mint a bajnoki rajtra, nincs is a csapatba egyelőre meg egy plusz druk sem, lehet, hogy a meccs előtt majd lesz, de egyelőre minden ugyanúgy van, a megszokott meredben zajlik. A tolnai csapat a tavalyi évben történelme legsikeresebb szezonját zárta, hiszen a bajnoki második helyezés mellett a Magyar Kupát is elhódították. Ez már csak múlt és történelem, előre kell tekintsünk, komoly feladatok vannak előttünk, úgyhogy bízom benne, hogy a csapat ezt az akadályt könnyen fogja menni. Az atomvárosiak a tétmérkőzések előtt telkében is pályára lépnek, majd egy hetet Szlovéniában edzőtáboroznak.